Jó napot kívánok, csokolom! Jó napot kívánok! Hoztunk egy kis tortát is, de először ezt hagyjam azért oda. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk önnek, Sárka néni, tessék parancsolni. Köszönöm, boldog születésnapot kívánok! Nagyon jó Isten értes erőben, egészségben, és még egy ilyen emléklapot is miniszterelnök úrtól. Juhász Mihályné Kósz Sára 1929-ben született Makón. Már nagyon fiatal korában egy cukrászdában kezdett dolgozni, ezután pedig a mezőgazdaságban helyezkedett el, mint a szülei, ő is a TSZ-ben tevékenykedett. Fiatal éveiben mindig igyekezett képezni magát, különböző tanfolyamokat végzett, és munkahelyén is nyitott volt az újításokra, érdekelték a technikai fejlesztések. Férjével is a marosmenti városban ismerkedett meg az 50-es évek legelején, a házas évek alatt mindvégig a településen éltek. 1964-es nyugdíjba vonulása óta is szeret aktívan tevékenykedni otthonában. Én azt mondom, hogy én jól vagyok itten, mert mindenfélét csinálok. Szeretem, hogyha én még kell valahova, mert bótba, meg egyéb helye, itthon rendbe tartani egy kicsikét ezt a lakást. Én ezt csinálom. Mint mondta, családja nagyon sok mindenben segíti, szinte minden vasárnapot a fiánál tölt Szegeden. Korát meghazudtoló érdeklődéssel fordul a technika felé, napi szinten böngészi az internetet, híreket olvas és receptek után kutat a világhálón. Unokájával is ennek köszönhetően tudja tartani a kapcsolatot. Van egy unokám, aki most kint van Angliában, és ott dolgozik. Én az interneten is beszélök vele, meg aztán küldök is neki, meg szóval beszélgetünk. Cirbus Gábor alpolgármester egy csokor virággal, egy oklevéllel és egy gyümölcstortával köszöntötte fel a 90 éves szépkorút, aki nagyon örült a gesztusnak. Mint mondta, jó dolog, hogy a fiatalokkal is ilyen jól el lehet beszélgetni.